Egyenként olvasták fel az aradi vértanúk nevét ma délelőtt az evangélikus nagy templomban. A kivégzett honvédtiszteket egy-egy szál virág jelképezte a megemlékezésen, melyet a diákok egy vázába helyeztek el a templom oltárán. A virágokat immár 10. éve az evangélikus Kossuth Lajos gimnázium diákjai helyezték el. Az elmúlt években mindig mi helyeztük el az emlékezés virágait, amit szeretnénk a jövőben is megőrizni. A gyerekek között nagyon régen versengés folyik azért, hogy ezen az ünnepen kivehessen részt. Nekik ez személyesen is fontos, hogy a megemlékezés virágainak elhelyezésével az aradi vértanúk előtt tisztelegjenek. Az ő áldozatuk nem volt hiába való. Nem volt hiába való az aradi vértanúk áldozata, ezt mondta Úrich Attila a Nemzeti Gyásznapon tartott beszédében. Az alpolgármester azzal érvelt, hogy az 1848-49-es forradalom és szabadságharc idején példátlan nemzet összefogás jött létre, és számos más nemzet fiai is csatlakoztak a magyarok ügyéhez. Hozzáfűzte, hogy az aradi vértanúk ma is arra szólítanak minket, hogy fogjunk össze. Mivel kis nemzet vagyunk itt Európa közepén, mindig fogjunk össze, mert az összefogással meg lehet tenni azt, amit Európa más nemzete nem volt képes megtenni, hogy másfél éven keresztül a semmiből szervezve tudott egy szabadságharcot csinálni. Zsoltenberger, csak a nyelven a szívem magyar, mert a szabadságért. A nagy templomban idén a Szent Imre katolikus gimnázium diákjai adtak műsort. Emellett a történelmi egyházak ökumenikus istentiszteletet is tartottak. A megemlékezésen több civil és egyenruhás szervezet képviselője is részt vett. Délután Damjanich János nyíregyházi szobrát is megkoszorúzták. A Bánki Donát műszaki középiskolában pedig egy különleges installációval emlékeztek meg a szabadságharc vértanúiról. Az intézményben bitókat állítottak fel, így idézték meg az aradi vár tövét, ahol a kivégzések megtörténtek.